Köszöntöm a Pécs TV nézőit, önök a Pont ma külön kiadását látják. Először nézzenek meg egy rövid összefoglalót. Pécsi dékán kapta Baranya megye oktatási díját. A kitüntetést Tifán Zsolt, a Baranya megyei közgyűlés elnöke adta át a Sejjén tartott megyenapi rendezvényen dr. Nemeskéri Zsoltnak. A díjazott irányítása alatt az elmúlt 2 évben a felnőtt képzési kar nem csak gazdaságossá és hatékonyabbá tette működését, hanem több új oktatási kutatási programot is elindított. A felnőtt képzési és emberi erőforrás fejlesztési kar hallgatói létszáma hosszú évek után újra növekedésnek indult. Különösen sikeres a nyugdíjasoknak szóló 3. kor egyeteme program, és a hagyományos képzési területeken több új szakképzés és egy mesterképzés, a Pécshez szorosan kötődő kulturális örökség szak is elindult. Vendégem a stúdióban Nemeskéri Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem felnőtt képzés és emberi erőforrás fejlesztési karának dékánja. Üdvözlöm! Először is gratulálok ehhez a megyei oktatási díjhoz. Minek köszönhető ez a díj? Mit mondtak, hogy miért ön kapta ezt a díjat? Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Amit mondtak, hogy miért kaptam a díjat, az lényegében kettős. Az egyik egy olyan tudományos tevékenység, amely jelentős részben a megye érdekeit is szolgálta. A másik pedig egy oktatás szervezői tevékenység, amelyet a felnőtt képzési karon fejtettem ki. Tehát ez a két dolog volt, ami miatt kaptam. Egy picit beszéljünk a felnőtt képzési karról. Nagyon sok fejlesztést láthattunk, hallhattunk az utóbbi időben. Középiskolásokhoz is lemennek ezzel az elektronikus rendszerrel, az online képzéssel, idősekhez is, a nyugdíjasokhoz is, illetve nagyon sok olyan szak indul, ami egyedülálló az országban. Hogyan lehetne ennek a karnak a tulajdonképpen összefoglalni a tevékenységét, a céljait? Nagyon szerteágazó a tevékenysége a karnak. Talán, hogyha össze szeretnénk foglalni, akkor az első és a legfontosabb, hogy a felnőtt képzésben és a felnőtt képzéshez kapcsolódó területeken Magyarországon a legjobb vagy a legjobbak között legyünk. Ez talán számunkra a legfontosabb. És amik ehhez kapcsolódó területek, legyen ez a kultúra, ugye itt a legutóbbi kulturális örökség szakindításra kell gondolni, vagy legyen ez akár az emberi erőforrás menedzsment területén, vagy éppen a kulturális turizmus területén. Tehát az ehhez kapcsolódó tevékenységekben vagyunk otthon, és ott szeretnénk fejlődni, fejleszteni. Ilyen fejlesztési programunk, ami szorosan magához a felnőtt képzéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódik, amit említett is ez a Nyugdíjas Akadémia, vagy Pécsi Szenior Akadémia, vagy hívjuk 3. kor egyetemének is, ahol mi például itt Pécset attól féltünk, hogy nem fognak sokan jelentkezni rá. Tehát láttuk azt, hogy más városban, ahol talán kevésbé van jelen az egyetem, bár van felsőoktatási intézmény Kecskeméten, nagyon sikeres a programunk, ezt már korábban elindítottuk, és 300-an minden egyes héten jönnek és részt vesznek az előadásokon, de azt gondoltuk, hogy Pécset ez talán kevésbé lesz sikeres. És mi magunk is meglepődtünk, hogy a legutóbbi alkalommal már 360-an, 380-an voltak egyébként éppen rektor úr előadásán, amit egészséges élet, életminőség témában tartott. De nem csak a nyugdíjas korosztályra gondolnak, hanem a középiskolásokra is. Így van. Akár mondhatjuk ezt marketing eszköznek, hiszen egy picit hasonlatos ahhoz, mint amikor termékmintát kóstolunk egy áruházban. Tehát próbálunk ilyen kis mintákat, kis csemegéket adni a középiskolásoknak abból, amit itt nálunk lehet tanulni. Most ebben a fél évben a munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, munkaerőpiaci ismeretek, emellett egy könyvtáros, ilyen tématérképekkel kapcsolatos kurzus, illetve egy minőségirányítással kapcsolatos kurzust kínáltunk fel a középiskolások, de lényegében mindenki számára, tehát akár a tévénézők is bekapcsolódhatnak ezekbe a képzésekbe. Itt is volt egy érdekesség, hogy az egyetemi könyvtár éppen minőségirányítási rendszert fejleszt ki, és a könyvtári dolgozók iratkoztak be nagy számba arra a képzésre, amit igazából nem nekik fejlesztettünk ki, de nagyon örültünk neki, hogy ez több szempontból hasznos lehet.
Rektor úr a tanév megkezdése előtt azt mondta, hogy az új ciklusban is az a cél, hogy a külföldi hallgatók számát is növeljék. Itt ugye tulajdonképpen tömegesen az orvosi karra gondolunk, de azért a FEK-en is vannak külföldi hallgatók. Így van, vannak külföldi hallgatóink, illetve elindítottunk idegen nyelvű képzést, idegen nyelvű képzéseket. Pont abból kifolyólag, hogy a felnőtt képzési kar sajátos, hiszen nem csak a hagyományos, mi úgy nevezzük, hogy graduális képzésekre koncentrálunk, hanem a rövidebb idejű képzésekre is. A nemzetközi kínálatunkban ez is megjelenik. Tehát kazah hallgatókat, orosz hallgatókat, főként keletre koncentrálunk. Fogadtunk már több mint 100-an, 150-en voltak ilyen rövidebb idejű képzésen, és mi azt látjuk, hogy sikeresek voltak ezek a programok is. A jövő tavasszal, tehát 2015 tavaszán mi úgy számoltuk, hogy 6 csoport fog érkezni, ez is összesen 100-150 vendéget jelent. Igaz, ők nem laknak folyamatosan itt, mint például az orvoskarnak a hallgatói, viszont egy rövidebb időre koncentráltabb keresletet jelenítenek meg. A hallgatói létszám is növekedett, ez minek lehet köszönhető? Ez is lényegében annak, hogy non-konvencionális, tehát hogy a hagyományostól eltérő képzéseket is indítottunk. Ami különben a legfrissebb dolog, hogy el tudjuk indítani a friss diplomásoknak szóló programunkat, akik szintén hallgatóink lesznek. Ezt kifejezetten olyan hallgatóknak terveztük és készítettük, akik más karokon vagy más egyetemekről kikerülnek friss diplomásként, de nem tudnak elhelyezkedni. Mi a FEK-en hagyományosan tanítunk olyan tárgyakat, amelyek az elhelyezkedéshez szükségesek, karriertervezéssel, álláskereséssel kapcsolatos ismereteket, és ezeket szedtük össze egy csokorba, egy egyéves csokorba, és ezt kínáljuk a friss diplomásoknak, hogy azt a tudást, amit esetleg máshol megszereztek, sokkal jobban tudják használni, érvényesíteni. Ugye itt Pécsett a kultúravárosában, és ahol nagyon sok emlék van, kulturális emlék, illetve épített emlék, ott ez a kulturális örökség szak ezért indult itt be? Tehát itt tulajdonképpen ez pécsi specialitás? Természetesen, hogy ezért indítottuk be. Azt nem mondhatom, hogy pécsi specialitás, hiszen a Szegedi Egyetemen, Egerben ennek már vannak gyökerei, és elindult ez a szak már más intézményekben. Ami pécsi specialitás ebből, az, hogy egyedül Pécsett van épített örökség szakirány. Tehát egy nagyon jó személyes szakmai kapcsolatot sikerült kihasználnunk, és a polákkarral közösen tudtuk lényegében letenni az alapjait ennek a képzésnek, és nagy örömünkre a bölcsészettudományi kar és a természettudományi kar is csatlakozott magához a képzéshez. Úgyhogy most 4 kar oktatóiból jön össze az a csapat, az az oktatói csapat, aki a hallgatóinkat oktatja, és én kaptam igazság szerint egy telefonhívást az egyik hallgatótól éppen az ünnepélyes megnyitót követően, hogy és ilyet ritkán kap az ember, hogy kifejezetten azt mondta, hogy nagyon érdekes volt, nagyon jók voltak az oktatók, és nagyon jó volt, hogy több karról találkozhattak, mert az első konzultáción is. Kiknek ajánlják, kiknek ajánlották ezt a szakot? Mi igazság szerint olyan kulturális szakembereknek ajánlottuk, és olyan bölcsészdiplomával rendelkezőknek, közgazdászdiplomával rendelkezőknek, akik mélyebben is érdeklődnek a kulturális örökségnek a tárgyi megjelenési formáival kapcsolatban. Ami nem pécsi specialitás, az az, hogy nálunk is van írott örökség szakirány, ami például nem a tárgyi örökségre koncentrál, hanem egy másik képzésünkhöz kapcsolódik, ugye a könyvtáros képzéshez. Az oktatásról még vissza fogunk térni az oktatáshoz, de azért arról már elég sokat beszéltünk, viszont a kutató munkáért is kapta ezt a díjat. Ez mit jelent? Milyen munkát folytatott? Én is azt nem mondom, hogy meglepődtem, de nagyon jól esett, hogy napjaim nagy részét nem a kutatással tudom sajnos már, hát nem annak tudom szentelni, de a díj indoklásában megjelentek olyan dolgok, amik az én életemben, vagy az én személyemnek is nagyon kedvesek voltak. Ilyen például az, amiből én a doktori értekezésemet is írtam, és utána is tudtam vele kicsit foglalkozni, ez a humántőke szerepe
a régiók fejlődésében, a gazdasági fejlődésben, ami itt a megyében is egy nagyon fontos, én azt mondom, hogy egy különösen fontos tényező, illetve megjelent egy olyan dolog is, amivel sajnos mostanában kevesebbet tudok az elméletben foglalkozni, talán a gyakorlatban meg tudjuk valósítani, ez a családbarát munkahelyeknek a témaköre, amiben tanulmánykötetet szerkesztettem, konferenciát hoztunk létre, illetve talán kevesen tudják, de a FEK, tehát a KAR jogelődje, Felnőtt Képzési Intézet 2001-ben megkapta a családbarát munkahely kitüntetést, azt én vehettem át Harrach miniszter úrtól még annak idején. Még mindig családbarát az egyetem, a KAR? Éppen ma volt egy vendégünk, aki megjegyezte, hogy ennyi babát nem látott sehol se születni. Én azt gondolom, hogy próbálunk megtenni mindent annak érdekében, hogy családbarátok maradjunk. Én azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobb kihívás egy olyan oktatónak, aki menedzsmenttel, emberi erőforrás menedzsmenttel foglalkozik, hogy a mindennapokban is meg tudjon valamit valósítani abból, amit oktat. Milyen tanévet kezdtek most? Milyen tanév elé néznek? Hát egy nehéz tanévet kezdtünk el, hiszen a felsőoktatásban egy kicsit úgy érezzük, hogy minden mozog. Tehát gondolom a kedves nézők is hallják a híreket, hogy talán a képzési paletta más területeire helyeződnek bizonyos súlypontok, illetve rektor úr is ígérte azt, hogy átvilágítja az egyetem működését. Ugye tudjuk azt, hogy gazdaságilag nem egyszerű az egyetemnek a helyzete, és ez alapján, az átvilágítás alapján akár elképzelhető, hogy átalakítások is lesznek az egyetemen. Úgyhogy valószínűleg ez a tanévünk arról szól, hogy megvárjuk, hogy mit hoz a jövő ebben a tekintetben, illetve talán a héten lesz publikus az, hogy kik lesznek a kancellárok az egyetemeken, az pedig a gazdaság, a gazdálkodás szempontjából hozhat változásokat. Ha szabad egy dolgot itt megjegyeznem, hogy talán arra vagyok a legbüszkébb a gyakorlati működésemből, hogy a karunk 2 év alatt valóban fegyelmezett gazdálkodást folytat. Sajnos ennek nehéz lépések is ide tartoztak, tehát 2-szer hajtottunk végre létszámleépítést. Ugye, hogyha visszautalhatok arra, hogy családbarát-e akar, én azt gondolom, hogy akik ezekben a leépítésekben sajnálatos módon ebbe belekerültek, ők lehet, hogy más választ adnának erre természetesen, mint én. Illetve a teremgazdálkodással, vagyongazdálkodással kapcsolatban is léptünk előre, és emellett tudtunk megvalósítani fejlesztéseket. Tehát, hogy a kettőt együtt tudtuk csinálni, és ma azt mondhatjuk, hogy a Pécsi Tudományegyetemnek az egyik olyan kara, a felnőtt képzési kara, kevesek közül az egyik olyan kara, ahol pozitív a gazdálkodás egyenlege. Én ezt nagyon nagy eredménynek tartom. Megfelelő számú oktató van a karon, ön szerint? Igen, erről is lehetett olvasni korábban bizonyos médiumokban, hogy pont a nyugdíjazások, a létszámleépítések hatására jelentősen csökkent a karnak a létszáma. A felsőoktatási törvényben van egy előírt minimum szám, ezt meghaladja a kar. Tehát a minimum a 40 fő, ami egyetemi karhoz szükséges, és 42 oktatónk van, tehát a minimum fölött vagyunk azért. Azt kell, hogy mondjam, és természetesen az akkreditációs követelményeket mind végig szem előtt tartottuk akkor, amikor ilyen kényszerű lépésekhez kellett nyúlni. A tavaly évben még egy címet bezsebelt tulajdonképpen a kar, hogy volt egy olyan képzés, ami a legnépszerűbb vidéki képzés lett. Erről egy picit beszéljünk. Én azt hittem, hogy volt egy hallgatónk, aki szépségkirálynő lett, és arról például beszéljünk. De valóban a turizmus területén a Pécsi Egyetem felnőtt képzési karán induló turizmus vendéglátás felsőoktatási szakképzés lett az előző tanévben a legnépszerűbb vidéki szakképzés, ami azért is fontos nekünk, mert ezzel a területtel nem olyan régen kezdtünk el foglalkozni, és be tudtok bizonyítani azt, hogy igenis Pécsnek, Baranyának szüksége van arra, hogy a turizmus területén is kiművelt emberfők foglalkozzanak a vendégekkel, és valósítsák meg azokat a feladatokat,
ami hathat természetesen a megye és Pécs városának a fejlődésére. Ha itt is szabad valamit hozzátennem, az annyi, hogy ugye nem régen voltak a választások, a harmadik ebben az évben, és itt is kaptunk már olyan jelzést, egy volt hallgatónktól, aki különben nagyon jó barátunk, hogy polgármesterként is szeretne majd velünk pont turizmus területén is együttműködni. Úgyhogy ezen a területen is azt gondolom, hogy van mit fejlesztenünk, és lesznek partnerek is, akikkel tudunk fejleszteni. Beszéltünk már az ön személye kapcsán az oktatás és a kutatás párhuzamáról, illetve hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. A karon belül a kutató munkára mekkora hangsúly kerül? Nehéz kérdés, azért nehéz kérdés, mert alapvetően, amikor egy ilyen nehezebb gazdasági helyzet van, és sajnos el kellett köszönnünk munkatársaktól, akik maradtak, azokra azért nagyobb teher hárul, több munka, több órát kell tartaniuk természetesen. Mindemellett ahhoz, hogy egy oktató karrier tudjon befutni az egyetemen, és a karunkon is, ehhez nélkülözhetetlen az, hogy tudjon fejlődni saját maga, és tudjon kutatni. És az előbb azt mondtam, hogy arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy a gazdálkodásunk rendben van. Arra is kifejezetten büszke vagyok, hogy a kar nevéhez híven, tehát ez egy emberi erőforrás fejlesztéssel foglalkozó kar, mi minden egyes kollégánknak lehetőséget nyújtunk arra, hogyha habilitálni szeretne, akkor azt támogatjuk, hogyha doktori fokozatot szeretne szerezni, akkor azt támogatjuk, hogyha konferenciára szeretne eljutni, akkor azt támogatjuk. Ez utóbbi természetesen a lehetőségek keretei között, viszont itt vannak nagyon jó ösztöndíjak. Ugye mi nálunk működik a Campus Hungary programnak a regionális irodája, vagy hát országos irodája, mondhatjuk így, és ővelük is nagyon jó ebben a tekintetben a kapcsolat. Mit jelent önnek a Koltai Péter díj? Ezt most azért hangsúlyozom, mert személyes vonatkozása is van. Egyrészt a díj névadójának, másrészt az, hogy épp ott adták át, ahol átadták. Ha egy picit, akkor elmehetünk egy személyesebb úgy irányba. Elmehetünk ebbe az irányba. Ez is jó érzés, hiszen a mi családunk Sejéről származik, még vannak ott rokonok, tehát hogy egy picit nekem szimbolikus is volt, és tényleg egy jó eső érzés, hogy Sején volt az a megyenapi ünnepség, aminek a keretében átvehettem a díjat. Illetve másik oldalról, hogyha szabad ilyet mondani, hogy egy nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy a megyenap az nem Pécset van, hanem a megyei vezetés az egyes vidéki városokba vagy megyei településekre viszi ezt az alkalmat. Talán sikerül egy-egy településre ráirányítani a figyelmet. A másik dolog az pedig az, hogy ugye sokan tudják, hogy a felnőtt képzési kar alapítója és 20 éven keresztül a vezetője Koltai Dénes tanár úr volt, akivel ma is együtt tudunk dolgozni, és az ő testvére volt Koltai Péter, akinek a fia különben DK helyettes a felnőtt képzési karon, és ő is az egyike volt azoknak, akik átadták a díjat, úgyhogy egy kicsit olyan volt, mint hogy egy családi ünnepségen vettünk volna részt. Egyben megható is volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy én Péter bácsinak mondtam Koltai Pétert, tehát, hogy az ő halála azért egy nehezebb pillanat volt a számomra is, de talán az ő fiainak jobban, úgyhogy emlékszem azokra az időkre, és talán ezért is volt még meghatóbb ez az alkalom. Mi az, amit ön tanult Koltai Pétertől? Én azt gondolom, hogy talán két dolog van, amit tudnék mondani. Az egyik az, hogy a nehéz körülmények között is tisztességesen kell vezetni egy intézményt. A másik dolog pedig az, hogy, és ezt nem is csak tőle, hanem a család talán minden tagjától, azt a valóban pedagógusi elkötelezettséget, amivel az oktatáshoz, legyen ez az iskolai oktatás, vagy a Dénes, vagy a Zoli személyében az egyetemi oktatáshoz hozzáállnak. Tehát egy ilyen rendezett, fegyelmezett, valóban tiszteletre méltó pedagógusi hozzáállást.
Nemeskéri Zsoltnak köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és sikeres tanévet kívánok mind dékánnak, mind pedig magának az emberi erőforrás fejlesztési karnak. Köszönöm szépen, hogy itt szépen volt. Köszönöm én is. Ez volt erre a hétre a Pont Mag külön kiadása. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra!